annyit érdemes tudni rólam, hogy 87-ben kezdtem el emberekkel foglalkozni. 91-től van saját szervezésű csapatom, azóta szervezem az embereket. 93-tól kezdtem el tanítani embereket. Nem iskolába, mindig felnőtt képzésre. Oké? És mindig olyan tudást adtam át, tehát olyan dolgokat oktattam, amit én állítottam össze. Tehát nekem soha nem állított össze senki semmilyen anyagot, hogy ebből tartsam meg. Oké? Tehát én nem úgy tartok az embereknek előadást, képzést, mint mondjuk az egyetemi tanárok, akiknek előírják, hogy mit taníthatnak. És itt van ez az anyag, adjátok le. Tehát én soha nem tanítottam így. Tehát minden anyagot, amit én leadtam életembe, a saját magam állítottam össze. Oké? Tehát az azt jelenti, hogy senki nem írta nekem elő, hogy mit tanítsak. Oké? És ezt nem is fogja senki előírni, hogy én mit tanítsak. Jó? Tehát, most gondoljátok végig, 93 óta egy időben legalább egy este tartottam képzést, majd volt olyan időszak, amikor egész nap, és ugye most meg már vannak olyan időszakok, hogy kétszer tartok képzést embereknek hetente, és van egy nap minden hónapban, ahol egész nap. Na most akkor elkezdesz számolgatni 93 óta, akárhogy nézzük, az 30 év. Az 52 héttel, az több mint 1500 nap. Az azt jelenti, hogy körülbelül, hát úgy tokkal vonóval, azt úgy beszorozhatod olyan másfél órával legalább, és megszorozhatod még kettővel, na körülbelül annyi óra képzést tartottam már életemben, amit saját magam állítottam össze. Oké? És van egy érdekes képzési tulajdonságom, hogy soha nem tartottam két ugyanolyan előadást. Soha. Oké? Tehát ez azt jelenti, hogy vannak valamilyen képességei? Gondoljátok végig. Tehát amikor nagyon okoskodik valaki, hogy én milyen hülye vagyok, ő meg milyen okos, akkor csak annyit tudok mondani, hogy csináld utána. Oké? Majd ha te többre voltál képes, akkor lehetsz okos. Oké? Szóval, de ezt most ne öndicséretnek vegyétek, hanem ez egy tény. Oké? Tehát ez egy tény. Több százezer embernek vittünk el valamilyen életjobbító lehetőséget, a vezetésemmel, és több tízezer emberrel dolgoztam, közvetve vagy közvetlenül együtt. És miért csináltam? Kezdetektől, mióta embereket szervezek, 91-től,
soha nem a pénzért csináltam, hanem az emberekért. És akkor mondhatná most valaki, most találtam egy fogást a Miklóson, miért nem adja ingyen a képzést? Tehát ha ma megnézed a felnőtt képzéseket, ott ahol olyan képzést nyújtanak, amiből egy egyén fejlődhet, tehát most mindegy milyen területen, de fejlődhet, oké? Sehol nem kapsz ennyi képzést, amiből fejlődhet valaki, mint itt nálunk. Mindenütt jóval drágább egy órányi képzés, tehát sokkal drágább. Tehát mindenütt, nem csak Magyarországon, az egész bolygón, oké? Tehát az egész bolygón. Tehát ne olyan képzést keres, amiből nem fejlődik a kutya se, jó? Hanem olyan képzést, amiből fejlődhetsz. Tehát akkor mi kell, nézzük meg, mi kell ahhoz, hogy valaki tényleg fejlődhessen? Tehát milyen képzés kell? Tehát olyan tudást kell adni, ami nem elég, hogy azt mondom, hogy itt vagy A-ban, és juss el B-ben. Tehát most ilyen vagy, az az A, és ez nem jó, ilyenné kell válnod, és legyél ilyen. Ezt rengetegen csinálják. De azt nem mondják el, hogy A-ból B-be hogy jusson el. Tehát nincs módszer.